Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Tüskésrét 150 ezer fával gazdagodott a város. Jókai utcai általános iskola energetikai korszerűsítés miatt egy héttel tovább pihenhetnek a diákok. Parlagfű, Pécsett is rekordmagas a levegő pollen koncentrációja. Tudatos zöldítés folyik Pécsett, amelynek újabb állomásához érkezett a város, mondta Kővári János. Az ÖPE elnöke Tüskésréten tartott sajtótájékoztatóján elmondta, ezen a részen valaha salaklerakó működött, mostara azonban a város tüdejének is lehetne nevezni a területet. Az elmúlt években egy nagyon tudatos fejlesztés keretében létrehozták a Tudásligetét 650 fa ültetésével, idén pedig Pécsliget néven elkezdődött egy olyan projekt, amely során 150 ezer fát ültettek el ezen a területen. Ez azt jelenti, hogy minden pécsire jut egy fa. A zöldítéssel nem szeretnének leállni a városban, közösségi faültetés keretében egyre több növény kerül kihelyezésre. Tudatos zöldítése folyik a városnak, és az apropó a Virágos Magyarországért díjon kívül az is, hogy mindannyiunkat elborzasztott az a látvány, amit láthatunk szerte a világon, hogy Szibériában vagy éppen Brazíliában, több ezer hektár terület égetődik el. Sajnos volt olyan időszak Pécsett is, amikor a Becseki erdőt tarba vágták és elégették az erőműbe. Erre egyébként még ma is büszke Péter Fiatilla. Viszont most már az utóbbi 8-10 évben egy nagyon tudatos fatelepítés folyik, és hát reménységünk szerint folynak ugye erről is tárgyalások, hogy az erőmű a fatüzelés teljes mértékben a következő években föl fogja tudni hagyni, amennyiben új nyersanyagot sikerült találni. Leadta az önkormányzati választásokon való indulásához szükséges ajánló éveket Őri László, a Fidesz-KDNP közös megyei listájának vezetője. Őri László pár nap alatt a jelöléshez szükséges aláírások többszörösét gyűjtötte össze. Az ajánlóíveket Pécs jelenlegi alpolgármestere személyesen adta le a megyei választási irodában. Rohamtempóban halad a Jókai Mór általános iskola energetikai korszerűsítése, számolt be a pécsi iskola fejlesztéséről Őri László. Pécs alpolgármestere az építkezésen elmondta, a kivitelező július közepén kezdte a munkát, de augusztus végére már 50%-os a készültség. Ez azt jelenti, hogy a 10 hónapos munka felével már végeztek. A felújítás miatt az igazgató úgy döntött, még egy hetet pihenhetnek a diákok, a lemaradást pedig évközben pótolják majd a gyerekek. Az intézmény korszerűsítésére csaknem 360 millió forintot költenek. A Jókai Mór általános iskola épületének oldalára a legvastagabb 16 cm-es hőszigetelés, három rétegű nyílászárók, a tetejére pedig napelem kerül. Az épület energetikai korszerűsítését július közepén tudta elkezdeni a kivitelező, de már most látható, milyen jól halad a munka, mondta Őri László. Építési beruházásoknál az ritkán fordul elő, hogy a tervezetnél jobban áll a beruházás. Itt most erről van szó, hiszen július közepén adtunk munkateret a kivitelezőnek, 10 hónapja van, hogy ezt a munkát, ezt a korszerűsítést elvégezze. Ehhez képest augusztus utolsó napjaiban ott tartunk, hogy közel vagyunk az 50%-os készültséghez. Pécs alpolgármestere elmondta, 4 évvel ezelőtt az intézmény fennállásának 50. évfordulóján tett ígéretet arra, hogy korszerűsíteni fogják a város egyik legjobb tanulmányi átlagával rendelkező iskoláját. Az elmúlt években pedig azon dolgoztak, hogy a forrást elő tudják teremteni a munkákhoz. Tette hozzá az alpolgármester. Összesen 359 millió forintot fordítunk a Jókai utcai általános iskola korszerűsítésére, ebből 339 millió forint a város számára rendelkezésre álló fejlesztési forrás, és közel 20 millió forint az pedig önerő, amit a város saját forrásból tesz hozzá a beruházáshoz. A sajtótájékoztatón Priskin Pál, a Jókai Mór általános iskola igazgatója hangsúlyozta, a rendkívüli szünetet ő rendelte el annak érdekében, hogy a tanórákat ne zavarja az építkezés. Komoly ajándékot kaptunk az 55. évfordulójára az iskolának, elkezdődött a felújítás olyan tempóval,
amit hát követni is alig tudtunk. Most viszont elérkezett a tanév kezdés pillanat, és úgy látjuk, hogy ez a teljesítmény, amit az építők nyújtottak, ezt úgy tudjuk igazán befejezni, hogyha a gyerekek számára a tantermeket megfelelő módon előkészítjük, és ezért van szükség erre az egy hét rendkívüli szünetre, amit elrendeltem. Az iskolába több mint 600 diák jár, ők szeptember 9-én kezdhetik a tanévet, addigra a munkálatokkal olyan szakaszba érnek, ami már az épületen kívül zajlik, így nem zavarja a tanítást. Kizárólagos jogot szerzett egy orosz fejlesztésű négyüléses kisrepülőgép gyártására és értékesítésére a Magnus Aircraft ZRT leányvállalata. Az IL-103 típusú repülőgépet az 1990-es években fejlesztette ki az Ilyushin Design Bureau, mely később 1998-ban orosz gépként elsőként kapott engedélyt az Amerikai Egyesült Államok légügyi hatóságától. Az augusztus 29-én aláírt szerződés értelmében a Magnus Aircraft ZRT, mely kompozit kétüléses szabadidő és oktató repülőgépek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, kizárólagosan gyártja és értékesíti világszinten az IL-103-as típusú repülőgépet. A megállapodás továbbiakban hatalmas lehetőség is a magyar vállalatnak, hiszen ezáltal elérhetővé vált a Pécsett gyártott kompozit elemek és a Fusion termékcsalád oroszországi exportja. A borászképzés beindításával ismét fellendülhet a pécsi borvidék, egyebek mellett ez is a célja a Pécsi Tudomány Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének. A képzés támogatására új eszközöket vásároltak, hogy a hallgatók saját borokat is kikísérletezhessenek. 3 éve kezdődött a szőlészborász szakképzés a Pécsi Tudomány Egyetemen, hiszen a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet a szakember utánpótlás biztosítását is magára vállalta. A cél, hogy az itt képzett szakemberek helyben maradjanak, helyben hasznosítsák tudásukat, és ezzel a pécsi borvidék ismét fellendüljön. A kutatóintézet abban is támogatja a hallgatókat, hogy valóban hasznos gyakorlati tudást szerezzenek. Ennek érdekében most EFOP pályázatból modern kóra céltartályokat szereztek be, amelyek segítségével a 21. századi borkészítési technológiákat is elsajátíthatják a tanulók, ráadásul saját boraikkal. Ezt a 60 hűthető kóra céltartályt erre a célra is szereztük be, hogy a hallgatók itt elkészítessék saját borukat. Szabályozható a térfogatuk 100 litertől lefelé, tehát egy 30-tól 100 literig a mustnak megfelelően be lehet állítani az úszótetőt. A tartályok egyik különlegessége ez az úszótető. Míg a hagyományos hordós erjesztésnél és érlelésnél a tárolóedény térfogata határozza meg a készülő ital mennyiségét, itt ez szabályozható. A másik értéke a tartályoknak, hogy kívülről hűthetőek, így az erjedés során keletkező hő szabályozható, azaz lassabb erjedést és így kidolgozottabb íz- és illatanyagokat alakíthatnak ki a borászok. Az első évben felvett szőlészborász tanulók 2020. januárjában végeznek. Várhatóan 15 nappali és 8 levelező tagozatos hallgató szerez diplomát Pécsett. Országszerte rendkívül magas a parlagfű pollen koncentrációja. A Baranya megyei kormányhivatal legfrissebb adatai szerint az elmúlt héten mérték az idei parlagfű szezon legmagasabb értékét a Dél-Dunántúli régióban. A következő napokban a parlagfűre érzékenyek tünetei súlyosbodhatnak és állandósulhatnak. Nyár közepétől virágzik Magyarország leggyakoribb gyomnövénye, a parlagfű. A növény az 1900-as években honosodott meg hazánkban. Virágpora több allergiás megbetegedés kiváltója, amelyek tünetei erős orrfolyás, tűzszögés, szemviszkedés vagy akár ekcima is lehetnek. Legelterjedtebb kezelési módszere az allergiagyógyszereken kívül az immunterápia, amivel hozzászoktatják az emberi szervezetet a növény pollenjéhez. A szakemberek szerint a parlagfű a vezető allergének egyike hazánkban. Parlagfű azért ennyire agresszív allergén, mert olyan a szerkezete, hogy nem könnyen távolodik el a nyálkahártyáról, még akkor is, hogyha ezekkel a tengervizes mindenféle öblítésekkel megpróbáljuk lemosni, úgy, mint egy kézápoló előtt a kezünket megmossuk. Ilyen kis beszájadzások vannak, ami ezáltal fönnakad, és sokkal tovább van a nyálkahártyán, ennek következtében van ideje tulajdonképpen túlérzékenyíteni a szervezetet, vagyis szenzibilizálni a szervezetet ezzel az allergénnel szemben.
A Baranya megyei kormányhivatal folyamatos mérésekkel ellenőrzi a parlagfű pollen koncentrációját. Ezek alapján múlt héten volt az idei év eddigi legmagasabb pollen tartalmú napja. A kormányhivatal online felületén folyamatosan tájékoztatja a lakosságot a pollen helyzetről. Úgynevezett pollencsapda, az ebbe a levegő által szállított és bekerülő polleneket vizsgáljuk mikroszkoppal, és a vizsgálatok alapján állapítjuk meg, hogy mekkora a pollen koncentráció azon az adott héten a levegőbe itt Pécsen. A parlagfűszezon várhatóan október közepéig tart. Az allergiás tünetek az időjárás is befolyásolja. Egy-egy eső mérsékli a szálló pollen mennyiségét, a viharos szél viszont nagyobb mennyiségben szállítja a parlagfű virágporát, így a szakemberek azt tanácsolják, hogy szelesebb időben az allergiás betegek kerüljék a szabadban tartózkodást. Minden lány álmát valósította meg a pécsi Bánkuti Szabina, aki egyedi táskáival egyik napról a másikra országos hírnévre tett szert. A 30 éves építészmérnöknek készült pécsi lány először csak barátainak készített táskákat, most viszont 3 év után ott tart, hogy hamarosan megnyílik a webshopja is. Ezeknek a táskáknak az eleje tetszés szerint variálható, de van alkalmi és jóval kisebb méretű is. A pécsi lány egyik legfelkapottabb modellje viszont ez a prémium darab, amelyet egy másik pécsi tervezővel közösen készített. Én is nagyon szeretem az állatokat, és úgy gondoltuk, hogy akkor lehetne egy közös projekt, és akkor terveztünk közösen egy táskát. Bánkuti Szabina építészmérnöknek és lakberendezőnek tanult, végül ékszereket, majd táskákat kezdett tervezni. Fiatalkora ellenére dolgozott már finn kesztyűgyártó cégnél, ahol 2 évig prémium minőségű kesztyűket tervezett. Ott ismerte meg a tervezési munkálatokat és szeretett bele a bőrdíszművességbe. A táska készítéssel viszont barátai tanácsára kezdett el komolyabban foglalkozni. Ja, semmiből jött a táska készítés. Megrajzoltam az első kis szabás mintámat, összeraktam a táskát, és hát így elkezdődött az egész. Igazából az első darabokat kb. Így a barátoknak, ismerősöknek mutogattam meg, és hát mindenki mondta, hogy Szabina, ez tök jó, hogy nagyon jó, hogy miért nem csinálod? És akkor mondta, hogy hát végül is miért nem? A pécsi Bánkuti Szabina 3 év után ott tart, hogy Budapesten is van már üzlet, amelyben kaphatóak a modelljei. Hamarosan pedig megnyílik saját webáruháza is. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Tüskésrét 150 ezer fával gazdagodott a város. Jókai utcai általános iskola energetikai korszerűsítés miatt egy héttel tovább pihenhetnek a diákok. Parlagfű, Pécsett is rekordmagas a levegő pollen koncentrációja. Híradónk végén néhány szó az időjárásról, hétvégén is folytatódik a füllett meleg idő térségünkben. Pénteken este kellemes idő várható, az égbolt derült marad, a levegő mintegy 24 fokig hűl. Szombaton napsütéses reggelre ébredhetünk, a hőmérséklet 23 fok körül alakul. A folytatásban túlnyomóan napos időre számíthatunk, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk. Szeptember első napján vasárnap szintén sok napsütés és 32-33 fok várható, hőérzetünket azonban a feltámadó délies szél enyhíteti. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük meg tisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!